Jó estét kívánok, ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Azt szoktuk mondani, hogy a téma az utcán hever, és most nem akarok olcsó poénokat gyártani azzal, hogy hever vagy egyenesen fekszik, vagy már ki is múlt, és bele kéne még rugni. De hát focizni fogunk a mai adásban elsősorban, hiszen olyan történések vannak mögöttünk, akár a magyar, akár a világfutball tekintetében, amelyek szerintem rendesen megmozgatják a fantáziát. Részben persze még csak találgathatunk ezek kapcsán, úgyhogy itt vannak vendégeink, akik nagyon otthon vannak a futball rezdüléseiben, Kajzer Tamás kollégám a Médiacentrumból, itt van Somos Ákos, a Spiller TV szakkommentátora, futballkommentátora, illetve Kele János, akit szintén nem első alkalommal üdvözlök már a műsorban, sportíró, 24.hu szerzője, blogger, és hát nagyon sok területen valóban rálátása van neki is a világ futballjára. Szívesen beszélnék akár rögtön az elején arról, ahol a nagyon nagy pénzek mozognak és a nagyon nagy figyelmet kiváltó történések zajlanak, de hát kezdjük kis szűke pátriánkban, ahol a magyar válogatott valóban szűkkörű mérkőzésen, ugye gyakorlatilag nézők nélkül vereséget szenvedett Albániától a hétvégi világbajnoki selejtezőn. Nem nagyon tudunk erre mást mondani, mint hogy egy álommal kevesebb, gondolom, bár nyilván van még olyan matematikai modelli szoftver, amely kihoz valamiféle esélyt, de gondolom ti is úgy vagytok vele, hogy a nagy EB eufóriával most aztán végleg le kell számolnunk, vagy azzal nem, mert az már megtörtént, az már miénk, de abból fakadó esetleg további remények azok úgy tűnik, hogy azért meglehetősen illékonyak. Egy jó dolog van ebben a hétvégi vereségben, hogy most a végre Csabika barátommal tudunk nézni egy meccset, mert nélkülünk is kapott a válogatott. Eddig úgy voltunk vele, hogyha leülünk és megnézzük a Fradit nemzetközi kupában, vagy a válogatottnál, akkor mindig kikapott. Most már megy ez nélkülünk is, tehát nem mi hozzuk a rontást a válogatottra. Ezzel együtt azt gondolom, hogy sokan fanyalodnak, hogy Albánia, de azért Albániának olyan játékosai vannak, akik nekünk nincsenek, tehát ez egy Serie A Premier League játékosa, a magyar válogatottnak egy sincs, ez meg gyakorlatilag ez a keret. Igen, te rajtatok kívül még 70 ezer ember mondhatja magáról, hogy ő most nem nézte a meccset, és akkor kikapott a válogatott, hiszen mondjuk ennyien lettek volna bent. Lehet, hogy majd még erre is ki tudunk térni. Nem tudom, hogy egyébként ez nyilván ilyen illúzió, csak hogy esetleg nézőkkel más lett volna a vége. De nézzük a kőkemény realitást, mert amit Tomi mond, az is realitás. Azzal együtt, hogy Albánia, mint válogatott, a magyar válogatott mögé van besorolva mondjuk egy világranglistán. De hát itt top kategóriás, vagy több top klubokban játszó játékosból több van nekik, mint nekünk. A kérdés az, hogy egy ilyen csoportban, ahol, és az albánok azért a sokadik ellenfeleink, egyáltalán volt-e értelme bármiféle reményről beszélni? Én ezt akartam kérdezni az első körben, hogy milyen álmokkal kell itt leszámolni. Nekem is ez rendbe jutott. Hogy a világbajnokság 13 európai csapat jut ki, az európai bajnokság 24. Szerintem itt az ideje, hogy ezt a kettét elválasszuk egymástól. Ugye korábban éveken keresztül az volt, hogy 16 csapatos Európa-bajnokság, és ugye ez a 13-as európai mezőny a világbajnokságon nagyjából ugyanannyira volt nehéz kijutni, bár a VB-re akkor is sokkal nehezebb volt szerintem. Most ez teljesen elvált, és a magyar futball szerintem egy Európa-bajnokságról, Európa-bajnokságra váltakozó ciklusokban gondolkodhat. Tehát az lehet egy elvárás, hogy legyünk ott az EB mindig, abban a 24-ben, ami nagyjából a kontinens felét jelenti, hogyha levesszük a mini államokat, abban azért kerüljünk be. Egyébként az sem annyira egyszerű, de mondjuk ilyen investíciók után én ezt elvárásként megmerném fogalmazni. De hogy a világbajnoki mezőnyben a 13 legjobb európai közé mi alapján várjuk pontosan magunkat, amikor tök jogosan elmondjátok, hogy egyenlően az albániai merítés sem tudjuk meg se közelíteni. Várj, azért nem az albániait, az albán. Tehát az ennek a nagy része ugye bevándorlók gyermekei, és a svájci meg az olasz futball emlőkön szívták magukba a labdarúgás. Hát igaz, az albán futball ugye... Megsajnult hirtelen a halántéka ettől a képtől, hogy szívják az emlőkön a labdarúgás. Jó, alapjait. A labdarúgás alapjait. Szóval az albán futball valójában 2,5 válogatottat is ki tud állítani. Tehát a sajátját, a koszovóit, meg a svájcit. Igen, tehát, hogy ezt szokták mondani. Na, de hogy itt se tartunk, szóval nem teszeltem. Az illúziókon én igazából azt értettem. Egyrészt, hogy kell lenne tagadni nyilván, aki valóban reálisan nézi a dolgokat, tudta, hogy nem vagyunk Európa 13 legjobb válogatottjában, de azért volt egy Európa-bajnokság, tényleg 2016-ra vissza lehet utalni, volt egy eufória, most végre jelen vagyunk, most végre ott vagyunk, na ezzel a lendülettel vágjunk is neki. Másrészt pedig nem akarok egy korábbi mondatoddal szembesíteni, én egy podcastben hallottam ezt tőled még valamikor korábban, hogy nagyon régen láttál ennyi esélyt, de ebbe persze a Nemzetek Ligájából való sokadik lépcsőfokon keresztüli áttételes esély is benne van,
hogy talán most hát, ha legalább egy pótselejtezőig odaérünk, hát most arra azért ez is nagyjából elúszott. Hát jó, de, az, de nyilván azért mondta olyanek, mert hogy a 0% volt eddig, most ahhoz képest mondjuk az 5% az egy markáns előrelépés. A csalódás, igen, az, hogy a csalódás az lehetne az is, hogy egyszer végre tényleg ott a reális esély, mondjuk utoljára 97-ben, amikor pótselejtezőig jutottuk óriási, hihetetlen mázlival, de akkor azt mondtuk, hogy na most ott végre tényleg van, ott billeg egy picit, aztán ugye ott kaptunk egy óriási zakót a jugoszlávoktól, és kiderült, hogy az is illúzió. De az igazi csalódás az szerintem ez, hogy ez a válogatott most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy pontosan úgy fog kihullani, mint az előző 30 évben bármelyik. Tehát nem jutottunk el odáig sem, hogy ezzel a kicsit megváltozott szisztéma, kicsit föllazított keretek, Nemzetek Ligája, plusz az Európa-bajnoki szereplés, hogy ezzel együtt legalább ugye ott a határon billegnénk, hogy na most tettünk egy lépést, már a lengyelekkel már küzdünk, már ott vagyunk, már majdnem. De ehhez képest nem ez történt, hanem az történt, hogy az albánok oda-vissza megvertek minket, és most körülbelül szerintem a közhangulat az ugyanott van, mint 1986 óta bármelyik VB-selejtező végén. De bocsánat, tehát az EB-selejtezőknél is negyedikek voltunk a csoportunkban, tehát hogy... Olyan, mint a BL meg az Európa Liga a klubfutballban. Azt mondjuk, a BL az még mindig inkább illúzió, meg inkább bravúr. Legyen egy olyan realitás, hogy a magyar klubcsapatok ezek az Európa Liga környékén oda beárazzák magukat. Hát ezzel, hogy most a futball Európa bajnokság az ugye 24 csapattal gyakorlatilag a fél kontinens lefedi, hogy te is mondtad, lehet, hogy az a realitás, hogy a magyar válogatott az harcoljon ott az EB részvételért. A VB az meg egy teljesen más polc. Én azt gondolom egyébként, hogy viszonylag rossz ütembe jött, és rosszul lett fölépítve szerintem itt a VB-selejtezők őszi szakaszának való hozzáállás, ugyan csúnyán fogalmazzak, hiszen ugye az EB előtt, ugye a 2016-os EB előtt is nagyon-nagyon sok ideje volt a válogatottnak együtt készülni, és azt a fajta taktikát kitalálni, begyakorolni, és úgy fizikálisan, mint mentálisan fölépíteni a csapatot, arra nagyon sok idő volt, hiszen tényleg azt hiszem, hogy akkor Storkék 5 hetet készülhettek együtt. Most is nagyon-nagyon sok idő volt erre Rosszival. Elképesztő hangulat volt, tehát mit adott hozzá, hogy itthon játszottak a srácok két meccset, meg aztán a németekkel Németországban egyet, és ugye nem értünk el semmi extrát, amellett, hogy játszottunk 3 jó mérkőzést. Ha utólag majd megnézzük, azt szereztünk 2 pontot, oké, rendben van, vagy játszottunk 3 tényleg szoros meccset, és szerintem sokan azt gondolták, hogy mivel tényleg a portugálokkal, franciákkal, németekkel játszottunk ilyen mérkőzést, hogy majd az angolok ellen esetleg el lehet csípni egy bravúr pontot, ami majd a lengyelek elleni összevetésben, mert ugye előre én ezt éreztem legalábbis, az majd milyen sokat száll, nem? El kellett volna felejteni ezt az angol meccset, és tényleg az albánra készülni alapvetően. Tehát a lengyelek megszerezték azt a pontot ellenük hazai pályán, amit nekünk kellett volna. Csak azért a lengyel válogatott is egészen más polcon van, mint amilyen. És nálunk az is szerintem egy fontos kérdés, hogy bár visszatért Szoboszlai Dominik, látszik, hogy nem, tehát egy fecske nem csinál nyarat, és az, ami mondjuk pluszt adott Szoboszlai Dominik hiánya, és az a vélt plusz, amit ő hozzá tud tenni ez a válogatott, az EB-n az pozitíva adott, az, hogy visszatért a válogatottban, nyilván nincs még csúcsformán, az meg talán most pont egy picit elvett ebből az egészből. Tehát én szerintem nagyon sok összetevője van, hogy miért állunk így 4 lejátszott őszi mérkőzés után, de azt gondolom egyébként, hogy úgy nagyjából a helyén vagyunk. Tehát hogy ez a realitás, elképesztő sokan fociznak a világban, a legkisebb csapatok is megtanultak már játszani, tehát azért tényleg nagyon-nagyon ritka. Jó, Kazi, csak azt ne felejtsd el, hogy mondjuk az angol meccsig gyakorlatilag most már nem tudom, számoltuk a magyar válogatott veretlenségi sorozatát. Ugye, hát és eltört valami. A portugálok ellen az volt ugye a kivétel, ott az utolsó 15 perc, de hogy előtte, meg utána, hogy milyen hosszú, és hogy mennyire nehéz már megverni ezt a csapatot. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért azt senki nem kalkulálta eredetileg, hogy mi az angol-albán-albán sorozatból 0 ponttal jövünk ki. Most függetlenül attól, hogy utólag azt mondjuk, hogy mi a realitás. Veretlenségi sorozatokra eszembe jut a múlt héten beszélni, hogy Pintér Attila is említette a mezőkövet Európára szóló 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatát, amivel 5 ponttal maradtak le a magyar bajnokság 5. helyétől. Szóval azért ezeket a sorozatokat helyén kell kezelni. Azt gondolom, hogy egy dolog az, hogy nézzük, hogy tényleg hol áll most a táblázaton a magyar válogatott, és hogy mondjuk egy EB-hez képest ez milyen csalódás, de mégis önmagában a csapat játékát nézve,
azt, hogy valójában előrelépette ez a válogatott, és majd akkor utána beszélünk ott, hogy a magyar futballt ez mennyivel reprezentálja. Szerintem, bocs, közben állok, és Ákos szavait is reagálva, szerintem valami eltört egyébként Rossi és a csapat között. Ez, azért Rossi nem nagyon szokott kifele ilyen dolgokat mondani, ami ugye aztán pont az Albán meccs után, az első Albán meccs után mondta, hogy akkor meg kell nézni, hogy ki az, aki egyáltalán akar, meg végrehajtja. Tehát rendszeresen szokott. Ezt ő folyamatosan csinálja. Tehát a Wales meccs után megcsinálta, a horvát meccs után ugyanúgy megcsinálta. De ilyen mélységekben? Ezt, minden vereség után ezt csinálja. Ha én vagyok az akadály, akkor én elmegyek. Tehát én most nem tudom, hogy ezt milyen jelzővel illessük, de folyamatosan nem ezt csinálja. Nem lehetek öngyilkos, nem fogom megölni igen, magam. Nem fogom megölni. Magáról oké, okay, de hogy valahogy én most azt érzem, hogy a játékosokról sokkal inkább. Ez egy nem kell félte, tehát igen, tehát ez a populista, családon belül ezt passzív agressziónak hívják egyébként, amikor átolod a gyerre a felelősséget, hogy meg akarsz ölni, vagy akkor majd én elmegyek, meg akkor én leszek csalódott, ha neked ez nem sikerül. De ezzel együtt az számomra akkor is nagy kérdés, hogy annál többet, amit ő ebből a válogatottból kihozott, bárki más ki tudna-e, vagy ki tudott volna-e. A Dászai Pali. Mindig ez a kérdés. Tehát, Pali a mérce. Megbeszéltük, hogy az Albán keret mennyivel jobb, hogy ott azért egyénileg mennyivel jobb játékosok vannak. A Southamptonból jön a srác, aki úgy oda-vissza lőtte a gólt. Nekünk hol van Premier League játékosunk. 8-an játszanak a szériában, ebből nem tudom hányan rendszeresen, nekünk meg úgy 4 darab topligás játékost tudunk összeszedni lasszóval, és akkor még nem nézegettük, hogy akkor kit honosítottunk meg, ki mikor ment külföldre, hogy mennyire a magyar futball terméke. Meg van egy szériás edzőjük, az Eduardo Reja, aki hát bocsánat, nem a széria C-ből jött át a Honvédba, és akkor kinőtte magát, hanem egy széria edző volt évtizedeken keresztül, ott odaültették a kispadra, és néhány hónap alatt meghatározó lett az a változás, ami az Albán csapatnak a játékképét jellemzi. Vannak, labdát birtokolnak, oldalváltások vannak, dinamikus kontrák vannak, nagyon jó átmenetek vannak védekezésből, támadásba. Nálunk a Rossi letett egy nagyon stabil, masszív alapjátékot, ami alapvetően a labda ellen hatékony, tehát nem nekünk kell építkezni, hanem reagálhatunk az ellenfél játékára, el tudjuk rontani, középpályát meg tudjuk szállni, ki tudjuk őket szorítani a szélére. És ha van Szalai Ádám, akkor tudunk második szándékból támadásokat építeni, lecsorgókat összeszedni, de ez ennyi. És azért eltelt itt most már 3 év, vagy 4 év, mióta ő a kapitány, nincs ennél följebb. Akkor akadémikus kérdés, hogy ez Rossi miatt nincs, azért mert neki ez volt a filozófia, azért mert úgy vélte, hogy a magyar válogatott erre alkalmas, és ezzel tud elérni esetleg egy sorozaton belül egy eredményt, vagy pedig tényleg jöjjön valaki más, akinek esetleg más a filozófiája, és akkor majd nem tudom, Szoboszlai Dominiken, vagy valakin építkezve hirtelenjében nem 0,5-ös XG-je lesz a magyar válogatottnak egy mérkőzésem. Nem, szerintem ennyi. Tehát ez a keret erre alkalmas, erre a focira alkalmas, ez a komfortzónája, amikor ebben mozog, akkor általában jó eredményeket tud elérni, és eljutottunk arra a szintre, amikor ebben éveken, évtizedeken keresztül álom volt, hogy a Európa 16 és mit tudom én, 26. helyzetje között vagyunk. Néha megverjük a 16-at, vagy x-elünk a 10-kel, néha kikapunk a 24-től. Kész. Attól függ, hogy ki milyen formában van, éppen hogy sikerült a felkészülés, kell-e valakit pótolni, eltiltott, sérült-e bárki. Kész. Ennyi. Szerintem ennél tovább nem tudunk mozogni, néha a teteje felé vagyunk, az sem volt reális, amikor a Nemzetek Ligájában a szerbeket meg a törököket ütöttük oda-vissza, az sem volt reális, most kicsit az inga visszaleng, most meg kikaptunk az Albánokkal. Hát és ha már a Nemzetek Ligáját mondod, ugye most jönnek az első divíziónak a mérkőzései, ahol gyakorlatilag kizárólag világ elitbe tartozó csapatokkal fog mérkőzni a magyar válogatott. Aztán nagy sokkal jobban fog feküdni nekünk. Tehát és sokkal jobb lesz a közhangulat másnap, mikor valamelyik elitet megszorongatod, vagy elcsűsz egy pontot. Vagy kikapsz, mint Izland, amelyik ugye nálunk zengzetesebb sikereket ért el az elmúlt években, bekerült az első divízióba, és kipofozták őket gyakorlatilag 0 ponttal, ami a magyar válogatott esetében is reális, és kérdés, hogy akkor milyen lesz a hangulat. Szóval egy szó mint 100, szerintetek megérett az idő arra, hogy esetleg változás legyen a válogatott élén, vagy pedig már csak a lehetőségek behatároltsága miatt is felesleges erről beszélni? Én mondom, én nekem meggyőződés, hogy valami eltört. Tehát, hogy valami eltört Rossi a csapat. Nagyon hasonlít, igen, a történet a Ben Storkhoz a 4 évvel ezelőtti, vagy 5 évvel ezelőtti EB szereplés, és rögtön utána ugye a nagy lejtmenet. Kicsit tényleg hasonló a szituáció, ez nem azt jelenti, hogy ugyanolyan lenne a két edző, vagy ugyanolyan lenne a két csapat helyzete,
De hát pont azért, amit önnek mondta, hogy mi nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy esetleg ilyen kis kríziseken úrrá legyünk, ezért nyilván nagyon-nagyon fontos mindig az edző személye. És én pont azt mondom, én nem mosnám össze a Storkkal ezt a dolgot. A Stork ugye akkora hatalmat kapott akkor, hogy kis túlzásra a telkibe a menüsort is neki kellett izéle okézni, és addig nem indulhatott el a konyhás néni kiszedni, mert ugye minden a Storkon múlott, de viccen kívül, és ő olyan hatalmat kapott, mint a magyar futballban, előtte korábban szerintem csak Mezei György, és ugye innen sikerült Andorra ellen kikapni, tehát ott az egy teljesen más hatalmi pozíció volt. Rossi egy edző, aki fölkészíti a csapatot, ő el tudja mondani, hogy neki ilyen kerete van, ezekkel a játékosokkal ennyit tud letenni az asztalra, kell, nem kell. Én nem misztifikálnám túl a szövetségkapitány szerepét egy ponton túl, nyilván lehetne javítani a játékon, meg lehetne előrelépni, szerintem Rossival nem fogunk már előrébb lépni 4 év után, tehát olyat, amit ő eddig nem mutatott meg, azt már nem fog előhúzni a kalapból. Ellenben azon el kellene gondolkodni, hogy a viharban van 10 év után, hogyha kidől a 34 éves Szalai Ádám, akkor itt állunk izé letolt gatyával, hogy hát igen, az MLS-be ügyes a Salói Danika, de hát szóval. Hát ez még szóval már ugye, igen, ez már a rendszer, ez a terület, ez ami nem a szövetségkapitány kérdése. Abszolút. Igen, a szövetségkapitány témát egyébként lezárva, nyilván ilyenkor az emberben az is felmerül, hogy egyáltalán kijelenten előrelépés. Lehet idehozni másik filozófiára rendelkező, akár még jobb edzőt is, mint Rossi, lehet. Tehát ki az, aki bekopogtat, vagy a menedzsere a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, és nem Lékencnek hívják, és nem Pintér Attilának, és azt mondja, hogy akár csak mint az albánok szövetségkapitánya, olyan szintű klubmúltja van, olyan szintű szakmai tapasztalata van, és nagyon szeretne a magyar válogatott szövetségi kapitánya lenni. Lehet, hogy lesz ilyen, csak az majd adott esetben, ha tényleg hívják, hogy Rossiról lehetett hallani, hogy hívták az EB után, majd azt mondja, hogy akkor oké, megyek. Mert hogy egyébként nagyjából erre jó ez a vagy erre lehet jó ez a válogatott, hogy kiviszed a csapatot az EB-re, és akkor esetleg elvisznek. Uh-huh. Vagy hát Bognár Gyuri majd támadó futballra berendezi a magyar válogatottat. 7-4-et játszunk az angolokkal, nem? Vagy? De 6-3, legenda lett belőle. Megmagyarázza, hogy csalnak a varral, mert nekik direkt máshogy húzzák be a vonalat, mint az ellenfélnek. Ő megnézte. Aminél a kicsit nagyobb vitára számítok, az a kérdés, bár ezért is már sokszor itt rágottunk, hogy valójában a magyar futballról mit mond. Nem feltétlenül válogatott, mert tudjuk, hogy tényleg az csak a jéghegy csúcsa, hanem az a tény, amit most itt Janek megfogalmazott, hogy egy 34 éves Szalai Ádám még mindig megkerülhetetlen és pótolhatatlan leginkább. Én azt gondolom, hogy akár Albániáról, akár bármelyik komolyabban vehető ellenfélről beszélünk, ott nem szabad, hogy gondot okozzon mondjuk egy játékos ilyen szintű kiesése, és akkor Szoboszlai Dominika másik, akire nem tudtuk elképzelni, hogy lehet nélkül a csapatot. Szóval, hogy 10 év akadémia és... És látod? Tehát Szoboszlai nélkül ment, Szalai nélkül meg nem megy. És mennyire, és hányan, tényleg a közvéleményben hányan nekézik és bántják, vagy tényleg a Hát de nyerni azért Facebook. Szoboszlai nélkül se sikerült, csak olyan ellenfelekkel játszottunk, akiknél ez nem is volt elvárás, hogy nyerjünk. Szerintem a Szoboszlai szerep, tehát hogy nekem a Szoboszlai kérdéskör is érdekes, mert nincs integrálva ebbe a csapatba. Tehát ő egy ilyen szabadon mozgó valaki, aki megcsinálja, mint Izland ellen, és beveri a hosszabbításba, és kijutunk. Egyébként a csapatjátékban nincs integrálva, és neki nem komfortos ez a szerkezet, amiben játszania kell. Meg most lehet, hogy egyébként egyénileg sincs olyan formába. De hogy azt mondom, hogy a Nagy Ádám, azt mondom, hogy a Szalai Attila, azt mondom, hogy a Szalai Ádám, azt mondom, hogy a Vili Orbán, ők olyan fogaskerekek, akiknek abszolút nem, hogy helyettesen nincs, megközelítőleg sincs senki mögöttük, aki ugyanazt el tudná játszani mondjuk 2 szinttel gyengébben, olyan sincs a keretben. Hát és ez nyilván azért arról árulkodik, hogy bőven tudnánk beszélni az utánpótlás hiányosságairól, és hát nem először kerül elő ugye itt a téma, hogy 10 év akadémia és tényleg elképesztő mennyiségű állami dotáció mellett, amely valóban jó szándékkal arra irányult nyilván, hogy akkor legyenek nekünk is tehetséggyáraink, legyenek millió eurókba mérhető játékosaink. Lassan azért statisztikai, szakmai, történelmi távlatokban is nézve valamit már fel kellene mutatni. Tehát most már azért nem lehet azt mondani, hogy oké, egyébként van most egy 17 éves, nagyon tehetséges srác a Vasas Akadémiáján, aki rúgdossa a gólokat, és 2021-ben abba kell bíznunk, hogy amikor ő 4 éves volt, körülbelül akkor indult az akadémiai program, hogy majd talán lesz végre valaki. Szóval így talán egy kicsit még keserűbb az ember szája íze, mert hogy nem a körülményeken múlik, most már nem lehet a hátsó salakosra hivatkozni. Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert eleve, hogy ugye németeknél, angoloknál, hogyha tényleg itt a számomra 2 legjobb futballnemzetet veszünk, ugye ott mind a kettőnél volt egy
egy olyan, amikor azt mondták, hogy nagyon jó, akkor innentől kezdve valamit másképp csinálunk, és valamivel beleállunk, ugye a németeknél ott a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor tényleg tudatosan még el is kezdték fölkutatni azokat a másod-harmadik generációs bevándorlók, gyermeket, bevándorlókat, hogy őket úgymond németesítsék, tényleg az egész képzést mindent átalakítottak, hát az angolok, amikor nem jutottak ki, meg nem játszott gyakorlatilag angol játékos a top 6-ben, akkor csináltak valamit másképpen. Nálunk az az alapvető probléma, hogy van a labdarúgással szemben egy ilyen általános, a társadalom jó részét átható elutasítás. És innentől kezdve baromi nehéz azt mondani, hogy egy eleve egy Európában egy kis ország, mi vagyunk 10 millióval, hogy egészen más a merítési lehetőséged, mint egy angolnak vagy egy németnek. Tehát, hogy nálunk... És milyen arról beszél utasítás, hogy nem mennek el a gyerekek focizni, mert a szülők nem engedik őket, vagy miért? Nem csak erre. Én nem érzem ezt, én nem érzem ezt. Hát a sokat szidjuk az elmúlt 30 évben, persze mindenki szitta a focistákat, és hoztuk, hogy bezzeg a jégkorom, meg bezzeg a kézilabda, de azért most meglátszott, amikor jött két jó meccs a Európa-bajnokságon, az egész ország megőrült a boldogságtól, tehát az nem igaz, hogy abóvó, mindenki foci ellenes, hanem az ellenes, ami addig volt, meg ami a magyar futball elmúlt 30 évét jellemezte. Tehát a merítésről meg annyit kell, hogy nem tudom, hogy mi hanyadik ország vagyunk a népességet tekintve itt a régióban, de azt pont olvastam, hogy az összes környező ország, aki konkrétan a mi szomszédaink, szomszédos országok, azok mind voltak ki világbajnokságon legalább egyszer az elmúlt, nem tudom, 30 évben, amióta mi nem. Mindegyik volt, a legkisebb is, csak mi nem voltunk. 97-ben majdnem voltunk, vagy 98-ban. Szerintem nem sokon 12 gólom. De az tény, hogy itt volt sokkal... Alig egy tucat volt. Otthon 12. Azt akartam csak mondani, hogy a foci is olyan itt Magyarországon, mint ahogy egyébként az a közszolgáltatások bármelyikére jellemző, van, amit biztosít az állam viszonylag sok pénzből rendkívül silány minőségben, és egyébként most már ráépült a piac, és hogy aki szeretne most már magas szintű képzést venni futballban, Magyarországon az is tud. Csak ugye itt a futballban van annak ezzel kapcsolatban egy ambivalens vagy egy ilyen dilemma, hogy ugye ebből a szempontból akkor az lesz, hogy a magánedzést, a különedzést, a speciális edzést, az egyéni képzést a gazdag szülő tudja megvenni a gyerekének, és ő szépen le fogja hagyni a szegényebb gyerekeket, nincs meg a társadalmi mobilitás, a felszívó ereje a focinak nincs, azok a tehetséges gyerekek, akik csak ezt a bizonyos silány állami képzést kapják, azok kiesnek ebből az egészből, és szerintem alapvetően ez a problémája az egész rendszernek, és ezért nagyon-nagyon lassú. Van egy elit tehetségünk, aki végig megy ezen a ranglétrán, mert a szülő klubot alapít neki, mert kiviszi külföldre, mert fizeti neki heti 100 000 forintért az egyéni képzést. Mint a teniszben régen, azt mondták, hogy a teniszezőknél is csak azon múlik. Csak ebből mennyiség nincsen. Hát és igen. Ugye pont az a lényeg, hogy nincs elég nagy mennyiségben elég jó minőségű magyar játékos kész. Nem képes a magyar futballipar tömegtermelésre jó minőségű játékos, bocsánat, hogy termelés szót használják emberekkel kapcsolatban, de valóban ez is egy iparág. Nem tudunk nagy tömegben jó minőséget termelni a magyar futballban, és ez meg a Tomira vezet vissza, hogy ugye azt mondtad, hogy a németek meg az angolok azt mondták, hogy na jó, és akkor mást csinálunk. Nem, mi ugyanazt csináljuk, mint 30 éve, csak sokkal több pénzből. Ja, ez a gond. Ez világos, persze, csak mondom, hogy ott volt miből más csinálni nálunk. Ez valóban nincs meg, de nagyon sok egyéb problémája is van a történetnek. Én mondom még egyszer, én azt gondolom egyébként, hogy a merítés sem feltétlenül ugyanaz, akár egyébként csak a környező országokat is nézve, ahol én nem feltétlenül érzem ezt a fajta társadalmi elutasítást a labdarúgás irányába, hogy nálunk. Nyilván nálunk ennek az egyik oka az, hogy elég erősen betette a lábát a politika. Tehát, hogy azért ez máshol talán kevésbé van így. Na, hát közben itt valami sípszólpolást hallunk egyfolytában a stúdióban, reméljük a kedves nézők nem hallják. Egyébként... Be kell venned a gyógyszeren, Zoli. Megszólalta. Túl sokat szívtuk a magyar focit, bejelzett a riasztó. Úgyhogy kérjük át az angolra. Ha már Tomi azt mondta, hogy valami változott, nyilván pontosan tudjuk, hogy az angol futballban is mi volt az a korszak határ, amikor valami egészen más magasságokba emelkedett ott a labdarúgás, úgy üzletileg, mint szakmailag, és aztán a kettő kézen fogva most már egészen külön a világ viszonylatban is külön iparág. Hát nekem a nagy híre ugye az elmúlt hétvégének. Mindig is Newcastle szurkoló voltam. Igen, az volt. Ellen Shearer a király. Igen, itt Tomi poénkodott adás előtt, hogy valamelyik szaúd-arábiai sejk szeretett volna venni egy új kastélyt, és véletlenül a Newcastle United-et vette meg. De az a szomorú helyzet,
valóban szomorú szerintem, hogy itt nem egy sejkről van szó, hanem itt Szaúd-Arábiáról van szó. Tehát gyakorlatilag Szaúd-Arábia a világ egyik leggazdagabb állama, vett egy klubot Angliában, ami azért még, még az olajpénzek, még az írdatlan összegek korában is egy döbbenetes új fejlemény. Jani majd talán pontosabban el tudja mondani, hogy ez hányszorosa annak a nagyságrendnek, amit eddig is istentelenül soknak gondoltunk. De nem csak a nagyságrend, hanem mondom, ez a jelenség, hogy egy olajállam úgy gondolja, és nem Mansur Sheikh, és nem az uralkodó, hanem egy befektetési alap, a szaudi államnak az alapja. Hát, vette meg a Newcastle United-et. Transzparensen azt hirdetik, hogy nem az, tehát hogy hivatalosan ez egy külön konzorcium, aminek véletlenül ugye az a korona herceg a vezető, aki egyébként a szaudi-arábiai uralkodó, tehát kicsi ország szaudi arábiai. Vannak ilyen véletlenek, most mondd már tényleg. Ez tényleg egy új korszak határt jelöl ki még az eddigiekhez képest is? A pofátlan cinizmusnak egy új korszak határa maximum. Tehát tényleg, ugye kérdezte a nagyságrendeket, ez a hogyha a személyes vagyonát nézzük annak a konzorciumnak, vagy a tulajdonosnak, aki a csapat mögött áll, akkor a City tulajdonosaihoz képest ez egy 10-szeres volument jelent. Tehát, hogy a teljes Premier League-re vetítve, mondjuk az összvagyonnak a 3/4-e kötődik ez a szaudarábiai konzorciumhoz, vagy a mögött álló uralkodóházhoz, vagy bármi. Ugye a másik az, hogy ugye itt azért ez a state ownership, tehát amiről te is beszélsz, hogy egy állam áll egy csapat mögött, és valójában politikai, meg közéleti befolyás szerzésre használják a csapatokat. Ez ugye a Citynél, meg a Paris Saint-Germainnél is áll. Ez ebből a szempontból nem új. Abból a szempontból új, hogy ugye mind a katariak, mind ugye az Abu Dhabi, a Mansur Sheikhék ugye ezt egyfajta maszkirovkának használják, ugye ők mutatják ezzel is, hogy ők abszolút ilyen a nyugat-európai értelembe vett kultúrkörnek a részei, jönnek, és akkor bekerülnek ezekbe a bizonyos klubokba, meg megnyílnak előttük azok az ajtók. Itt meg ugye van egy olyan diktatúra, ami savba várt újságírókat. Tehát, hogy már el sem kell játszani. Mert ez is átmegy, semmi gond. És ugye itt jön be az a kép, hogy ezek után én tőlem lehet térdelgetni a mérkőzések előtt, meg a szivárványjal bekötni a cipőfűződet, meg lengetni az izéket a szögletzászat, hogy mekkora egyenjogúság van, meg minden. Szóval ezt hát ez egy óriási képmutatás, hát ezért mondom, és nyilván amikor azt beszéltük a... Az a kérdés, ez a Premier League képmutatás, mert a Premier League úgy tudom most azért valamilyen módon próbál ez ellen tiltakozni, vagy legalábbis jelzi, hogy a klubok akarnak valami válságmenedzsmentet tartani, vagy értekezletet, hogy nem értenek egyet pont emiatt, amit most a jelenleg mondott. Hát ők szerintem azért nem értenek egyet, mert nem szeretnének még valakit a húsos fazék körül. Igen, meg hogy nem ő jön. Big seven. A Newcastle szurkolók meg közben ugye elárasztják a stadion környéket, és blokkádot rendelnek, és népünnepét indítanak. Az a legszomorúbb képek egyik volt, hogy valahol azok a szurkolók, akik mondjuk a Superliga ellen a szent angol futball hagyományaira, meg a klub tradícióira hivatkozva tiltakoztak, azok most ugye óriá, eufóriában. És hát ez is egy olyan klubra, hogy én itt leszek büszke a Glazer családra. Úristen, hol vannak ők? Végig is alapos kezdők, nem tesz, még ellenük tiltakoztak. Bocsánat, egyébként ugyanez a Szaúd-Arábiai konzorcium, vagy nem tudom, ugyanez, de hogy lényegében ugyanezek, ugye szerették volna megvásárolni a Manchester United-et is, ott ugye... De nálunk ilyen hithűek van. Ott a Glazerik nem őt mondtak az ajánlatra. Ugye visszatérve az Ákos, hogy a Premier League, ugye ez már tavaly április környékén, vagy február környékén vetődött fel először ez a tulajdonosváltás. Csak akkor nem ment át a Premier League-nek, mert ott van egy ilyen tulajdonosokat átvizsgáló bizottság, és ott át kell engedni a tulajdonosokat, hogy megvehetnek egy klubot, mert átvilágítják őket, és akkor ez nem ment át. De ott állítólag az egyik probléma az volt, ami ugye gyakorlatilag formai hiba miatt azonnal is utasították, hogy a Premier League-et nem lehet nézni Szaúd-Arábiában. Hát tehát, igen, hogy ez volt, és hogy innentől kezdve majd engedik. Feloldják, így van, feloldják ezeket a óriási. És a nőt otthon nézhetik, vagy talán a Newcastle meccseire is vehetik. A sejt mind a három felesége nézheti otthon. Nem, én azt gondolom egyébként, hogy ez az egész világnak a képmutatása, tehát hogy a másik, hogy mondjam, fekáliája felül elfordítjuk az arcunkat, de a sajátunk az tök jó. Tehát, hogy ez picit ez a világ most, én azt gondolom, hogy ez nem a Premier League, nem az angolok, még csak nem is a szaudiak, mert nyilván, ha megtehetik pénzből, akkor miért ne tennék meg? Ez jelen pillanatban sajnos egy ilyen világot élünk, amikor arról beszélgetünk, hogy itt az egyenjogúság és a nem megkülönböztetés jegyében köteles vagy tényleg afroamerikai színészt vagy alkotót alkalmazni egy filmben, hogyha Oscarra akarod jelöltetni. Mi ez, ha nem megkülönböztetés? Mi ez, ha nem képmutatás? Ez egy ilyen világ most sajnos. Aztán arra meg nincs műsoridőnk, hogy ezt kitárgyaljuk, hogy ez miért, honnét és hova vezet.
Az talán nem is a képmutatás része, de az jutott eszembe egyébként, ezt lehet, hogy ti sokkal jobban tudjátok, az különböző angol klubok társadalmi beágyazottságát. Én nagyon-nagyon szerettem régen azokat, sok olyan angol film volt, ami egy kicsit ilyen foci háttérországgal játszott, jellemzően ilyen munkásvidéken nehéz sorsú emberek között, akiknek a futball nem is a kitörési lehetőség, hanem egyfajta a mindennapokat enyhítő ilyen balzsam volt. És hát Newcastle környéke az jellegzetesen is tipikusan ez a szegény, főleg a Thatcher érában a szegényebb sorsba kerülő melós környék volt. Ma már nyilván ez már nem úgy van, mint 1980-ban, vagy a 80-as azt években. Azt akartam mondani, hogy erről nekem a Shrek első jelenet is az eszembe, tehát amikor a olvasom mesét, majd aztán kitépés. De így volt. Na, nem mondjuk, mit csinálom, tehát ez körül ennyi volt. De nem tudom, hogy volt-e, azt akartam mondani, hogy volt, ahol ennyire gyökeresen meghazudtolja a tényleg az adott régiónak, a klubnak, a klubhoz való hovatartozásnak a gyökereit, mert ez tényleg egy melós csapat volt. Nyilván már most sem a melós emberek járnak egyébként Newcastle-ben sem mérkőzésre. Egyébként érdekes, mert azon a környéken talán igen, nyilván pont emiatt olykor nehéz is megtölteni a St. James Parkot, ami egy viszonylag nagy stadion, de hát ugye mindenkinek ajánlom a Sunderland Till I Die című dokumentumfilmet a Netflixen, ami erről szól, amit elmondasz, és ott az látszik, hogy ott tényleg még az embereknek ez az egy ilyen gyógyíra csapat, és hát az arra a tragédiáról szól, hogy most már csapat is. De akkor megkapod a választ a Brexitre is. Igen. És hát ugye ott egy óriási rivalizás van Newcastle meg a Sunderland között. Mert kénytelenek ezért volt nekem nagyon szomorú, hogy ezeket az embereket látom ünnepelni, és persze lehet magyarázni, hogy ők az Ashley-nek a távozását ünnepelték, aki ugye egy ilyen tipikus kabzsi úrhatnám valaki volt, aki ugye megünnepelte a csapata eladását, majd hagyott 5 font borra valót, miután 5 órán keresztül mulatozott valami nyilván nagyon olcsó lebújban. Szóval, hogy ez a típusú ember, és ők azt ünnepelték, hogy nem ő lesz most már a csapatnak a tulajdonosa. Persze, de hát ezen nem sok ünnepelni való van, azért legyünk őszintén. És hát nyilván az egyszer, tehát tényleg a nem megbántva senkit, és nyilván ez egy szűk réteg, de hát azért a nagyon egyszerű nép az ebből azt látja, hogy végre lesz pénz, és megveszik majd a Keylor Navas, meg esetleg ide, hova azt mondják, hogy idehozzák a Bappét, meg a Haalandet, tehát hogy ez... Manchester United, hogy eladják a Marciát, végre lesz kinek eladni Marciát, meg a végszavára rácsatlakozva, Tomi végszavára rácsatlakozva oda vihetik? Tehát most azért nagyon nehéz ezt elképzelni, persze a Manchester City-nél is nehéz volt eleinte. Akartam poénkodni, hogy van Guardiola új csapata, hiszen ismét van egy nehéz sorsú egyesület, amely még nem ért el nagy sikereket, és akkor majd felfutat, de hogy... Hát ha Kisvárdán összegyűlhet 8 nemzet, akkor Newcastle-ben is, tehát nem gondolom, hogy ez a nagy problémának. Szóval, hogy akkor most akkor már nem is tudom, hogy hány 5, 6, 7 mennyi van most már, ami Biggel illethető. Hát az Arsenal kezdett egy kicsit, tehát szervai csere ott. Igen, tehát ott nem Arsenal, azok mennek a levesbe, viszont van Newcastle-ünk és van Manchester City-nk. Átrendezi ez az erőviszonyokat ilyen villámgyorsan, mint ahogy most Newcastle-ben reménykednek benne? Hát valamilyen szinten biztos, hogy átfogja. És nyilván pont a... Ráadásul az beleférnek az FFP-be is, mert ugye épp azért olyan smucik volt a tulajdonos, hogy hát semmire nem költött. Hát meg nem indulnak ugye nemzetközi kupában, tehát ugye az csak ott érvényes. Tehát egy első évben biztos, hogy beleférnek bármilyen. De ugye az angoloknak egy ilyen 3 éves periódus van, amit néznek, és abba is bőven beleférnek, tehát akár 200 milliót is költhetnek a következő átigazolási időszakban minden következmény nélkül állítólag, nem értek ezekhez a számokhoz. De biztos, hogy át fogja egyébként rendezni, és gyorsan, mert hogy már van erre példa. Tehát most nem hiszem, hogy egy Bappé finnyáskodna azért, mert most Newcastle-be kell menni. Hát annak idején még lehet, hogy páran finnyáskodtak, hogy Manchester kék felébe kell menni. Ma már nem hiszem. Figyelj, itt hoztok még, jó, legyen, oké, mi a lóvé, megyek. Azért Párizs után, mikor Newcastle-be keresi majd a mulatókat, meg a minőségi szórakozó helyeket. Hát ki tudja, lehet gyerekkorában Mbappé nézhette a Santiago Muñozt a Gól című filmben. Például, így van. És ellenségre mezében aludt már akkor is, lesz majd nézd egy ilyen kérdés. Nézd a filmet, csatornán a Newcastle Fradi mérkőzést, Kopecki Lajos közvetítésével. Ferdinand, az fríj. Kedvenc történet. De annak idején volt ráadásul egy másik, még a 90-esek közepén egy ilyen talán egy évadot megélt sorozat, az is éppen Newcastle-ből indult, és akkor onnét most az Espanyollal játszottak nemzetközi kupát, és valahogy itt lett vége a sorozatnak. Jó, egyébként a Newcastle de az hogy... jóval följebb van presztízsben, mint a Manchester City volt, amikor ugye odaérkezett az a pénz. Az én szívemben most is följebb van.
Az jutott eszembe, mert itt a Szuperligát valaki említette, hogy amikor, igen, hogy amikor ugye óriási felháborodást kiváltott a Szuperliga legalábbis azokban, akik azt állították magukról, hogy a futball romantika nevében kérik ki ezt maguknak, akkor még lehetett azt mondani, hogy ez egy ilyen elavult, és hát az ilyen erkölcsökre, meg idejét múlt dolgokra ne hivatkozzunk. De milyen lesz, tényleg lehet, hogy akkor én is egy őskövület vagyok, tehát milyen erkölcsi alapja lesz a Szuperligának, akár csak az UEFA-t kritizálni, akkor, amikor a szaudi állam csapata fog benne versenyezni a katari sejk csapatával, meg a monszun sejkével. Tehát hol jön bárki innentől kezdve, hogy az egyik a másiknak azt mondja, hogy nyilván itt pénzekről van szó, meg hatalomról van szó, de ez az erkölcsi alap, ez szerintem megszűnt innentől kezdve, hogy a Szuperliga bárki fölé helyezze magát. De nagyon régóta az erkölcsi alapot a pénz képzi, hát főleg az UEFA-FIFA környékén, no pláne. Tehát szerintem mi is miről beszélni? Az UEFA végrehajtó bizottságában a Nasser El-Khelaifi, azt hiszem, hogy döntéshozói pozícióban van, tehát ugye a Paris Saint-Germainnek az ügyvezetője, ugye a katari királyi família egyik intézője, szóval innestől kezdve. Hát ez egészen akkor addig menni fog, amíg lesz olaj a földön, és még a királytól lesz egy pár. Inkább akkor az a kérdés, hogy most hány klubra kell kibővíteni még a Szuperligát. Hát ugye nem jöttek össze a jelentkezők, tehát ugye az volt a gond, hogy 20 csapatot akartak, 15 fix, 5 rotálódik, a 15-ben nem jött össze csak 12, hát van egy új jelentkezőnk akkor. És előbb-utóbb biztos, hogy létre is fog jönni. Hát a nagy kérdés volt, hogy ott is például, amikor varozni kell, akkor mennyi pénznek a sorsáról dönthet akár egy ilyen sasszemű ítélet. Ugye tegnap, illetve vasárnap rendezték az Európai, a Nemzetek Ligája döntőjét, amely sorozatról el lehet mondani, hogy nyilván sem presztízsében, sem jelenleg tradíciójában, ami nem hasonlítható a nagy válogatott tornákhoz, de mégiscsak egy Spanyolország, Franciaország, akár Európa bajnoki döntőnek is beillő mérkőzést rendeztek, aminek a végén ugye egy olyan góllal nyertek a franciák, amin hát azóta is lehet vitatkozni, hogy ha már van VAR, ha már visszanézte, ha már ott is egy játékvezető dönt, akkor mégis milyen alapon adták meg. És nem tudom, hogy itt az asztalán milyen vélemények vannak, mert ugye egy olyan gól volt, ahol egy nyilvánvalóan lesről induló játékos rúgta végül is a gólt, azzal az indoklással, hogy az ellenfélért utoljára előtte a labdához. Ki mondta legutóbb, hogy a lest el kell törölni? Várjál, mondom, mert olvastam. Most mondta valaki megint, nem igen, olyan régi. Nekem van egy ilyen, mondta a túlbrányban, ez a marhaság, ez 40 éve mindig előjön. Tehát nekem erről tényleg az jut eszembe, ritkán mondanak a magyar foci nagyöregjei értelmes dolgokat, de egyszer valamelyik mondta ezt, akkor éve 45 éves lehetett, hogy nagyon jó, abban a pillanatban én újra kiváltom a sportolósokat, ahogy eltörlik a lest. Tehát ott fogok áldogálni a kapu előtt, és majd időként előre rúgják a labdát, de belefejelni még mindig tudok. És akkor, hát szóval nyilván egy teljesen más sportág lenne. Nekem azért fájnak ezek a dolgok, mert én alapvetően abszolút VAR párti vagyok, és abszolút technika párti vagyok, és azt várom, hogy ezt minden azt ilyen kiemelt, minden ilyen transzparens alkalommal ezt erősítsék meg, hogy nekem van igazam. Tehát jön egy ilyen meccs, egy ilyen csúcs pillanat, és ott van, és meg lehet fogni, és rá lehet mutatni, hogy ezért kell a VAR, mert látszik, hogy lesen volt, és ha nem lenne technika, akkor ezt most elengedték volna, és így meg nem. És akkor én mondhatnám, hogy tessék, ezért kell, hogy egy VB döntőn vagy egy EB döntőn ne ilyen gól döntsön. Ehhez képest az történt, hogy a VAR kiszúrta, megmutatta, majd a játékvezető úgy döntött, hogy mégis megadja. Szerintem azért jó a VAR, mert csomó esetben, mint a kezezés kapcsán is, ugye a kezezés szabályát, vagy annak az értelmezését az elmúlt 3 évben legalább 3-szor módosították, nyilván a varos esetek miatt. Ugyanígy például ez az eset is rávilágít a nem megfelelő szabályuk, vagy a játék szellemiségével, olykor ellentétes szabályokra, hiszen ez le van írva a papír szerintem, a papírízőn ez így igaz, ahogy a Zoli elmondta, hogy az utolsó érintés egy védőjé volt, ezért hiába volt már az indítás pillanatában lesen Mbappé, ugye szerencsétlen védő azért ért bele, mert menteni akart egy lesen lévő játékos előtt. Tehát gondolj már végig, hogy a les szellemisége mit jelent? Hát ezt jelenti, hogy aki szabálytalan helyzetben akar játékba avatkozni, azt ne tehesse meg. Tehát, hogyha ott megálltjuk az akciót, akkor nem is kell menteni előle. Na mindegy. Tehát, hogy rávilágít ezekre az anomáliákra, amik a szabálykönyvben gyökereznek egy csomó esetben, mint amikor a Llorente kézzel gólt szerzett és kiejtett a Manchester City-t a Bajnokok Ligájából, és mindenki rácsodálkozott, hogy jé, a futballban lehet kézzel gólt szerezni? Igen, lehet, 100 éve lehet kézzel gólt szerezni, csak senki nem vette eddig észre. Rávilágított, megváltoztatták a szabályt, aztán utána vonalazgatták, hogy alkal, felkar, hol kezdődik, póló új, meg nem tudom milyen hülyeségek. Alapvetően újra kell gondolni a szabálykönyv egy részét biztosan.
Arról híres hát, a futball, igen, hogy rugalmasan változtatja a szabályait, de egy ilyen esetén pont arra jó, mert azt mondod, hogy ezért szereted a VAR-t, az Ákos azt mondja, hogy ezért sajnálja, hogy nem jól alkalmazzák, Tomi meg az, aki eleve utálja a VAR-t. Én eleve VAR ellenes vagyok. Tehát, úgyhogy szerintem én azokat, hogy azt a véleményt képvisem, sokan mondanak, hogy ha a támadó hibázhat, a védő hibázhat, akkor hibázhat a játékvezető is. Jaj, de ez olyan, Tomi, mint azt mondanák, hogy az autógyáraknak megvan a joga, hogy féknélküli nem... autót, mert a sofőr is hibázhat, a gyalogos is hibázhat, akkor a gyártó miért hibázhasson, nem működik a fék. És hibázik, és hibázik a gyártó. 1966-ban lőttek egy olyan gólt, ami után, mit tudom én, 60 évet vártunk, hogy ne lehessen több ilyen, hogy egy nem tudjuk, hogy gól volt, és az dönt el egy lémédöntő. De annyira borzasztó, rúgsz egy gólt, és akkor utána jó, kis öröm, még azért ne örüljünk annyira, még mindig nem, a VAR még megnéz. Jó, megadtuk a gólt. Az a legfontosabb részét veszi el a játéknak. Nagyon úgy tudnak örülni utána, hogy ezt láttak. Hát figyelj, kétszerűs volt, tehát megduplázza az öröm. Európa Liga legutóbbi csoportkörének láttam összefoglalóját, és ott két meccsen is konkrétan előfordult. Volt ráadásul, hogy a hajrában, hogy gólt rúgott egy csapat, és akkor utána mutatták, hogy akkor a játékvezető kiment, megnéztek, középre mutatott, és kezdődött az öröm. És akkor megvárták, hogy amíg újra kiörülünk magukat, és kiszaladtak a közönséghez, mert a játékvezető... Örülni, ahogy annak idején mondta valami klasszikus, de rá. Én ezt ilyen, tehát, na mindegy, szóval ez 20-rangú dolognak annak tartom. Külön van egy romantikája, magyar futball újságírás nagy öregjei, mondjuk ahogyan itt a VAR-t elkezdik bántani, kritizálni, nem tudom, keseregni rajta, hogy van, miközben az a magyar futball identitásnak egy ilyen önálló toposza és része, hogy ha Puskás gólját nem veszik el, igen, ugye? Igen. A Latisebb befújja a Tihi gólját, ugye, akkor 62 akkor van csillag a mezőnkön. És ezen nekünk erre alapul, hogy minket bántanak, hogy ellenünk a bírók csalnak. És akkor jön egy rendszer, ami elvileg ezt kiküszöböli, azt meg azért kérjük ki magunkat, mert elvették a játékunkat. De ez ott ér össze, ugye, hogy mennyire komfortos ez a... Úgyis mindig mindenki ellenünk van, és ugye eleve van egy ilyen önfelmentés, hogy azért nem sikerül, mert ezt csinálta jól a Bognár Győr, mert azt mondta, hogy a VAR is ellenünk. Láthat ezt a gordiuszi csomót. És az a vicc egyébként, hogy megnézed mondjuk az angol, tényleg a Premier League-et, ami a világ legprosperálóbb futball, sőt sport vállalkozása, hogy ott egy balláb, egy kiláb kisúly értékét is millió fontokba méri, és mennyire hülye bírók vannak. És hiába van VAR, az ugyanolyan hülye marad, és ugyanúgy eldönt 100 millió fontokat adott esetben, kiesés dölt el legutóbb azon, hogy most látták, hogy bent volt a labda, vagy nem látták. Tehát valahol nem kell a VAR-ral foglalkozni, mert az emberi hülyeség ugyanúgy benne marad a futballban. Ez így látod, ezért nem kell VAR. Előválasztáson kell kiválasztani, hogy ki legyen az a spanyol és az angol meg az olasz bírók közül, aki a leghülyébb, és aki indulhat aztán majd a meccseken. Tehát ez így. Így kellene. Hát egyébként azok se panaszkodhatnak. Tehát. A magyar futball nagy önfelmentéseit nézzük, akkor ugye most olvastam tényleg, és akkor vissza is térünk a végén oda, ahol kezdtük, hogy Rossi is azt mondta, hogy tulajdonképpen rendben volt a játék Albánia ellen, hát a gólt sajnos az ellenfél rúgta. Ugye későn, volt olyan, túl későn olyan, kaptuk a gólt, ugye eddig volt olyan sport, nem volt, a túl korán az már igen. Volt olyan sporttelevíziós szakértő, aki szerint a mérkőzést a gólok nélkül kell értékelni, és akkor azt hiszem a magyar futball egészen más polcra helyeződne. Viszont volt vele egy interjú. De várj, ez egy 0-6-os meccs után mondta, ugye? Hát ott aztán pláne, igen. A gólok nélkül kell értékelni, ezért mi nem is rúgtuk. Hát a gólok nélkül is, igen. Tehát én a rúgott gólok nélkül értékelem a meccset, szar volt. Na hát, és közben ugye megtörténtek az első edzőváltások az NB1-ben, és sajnos már nem marad időnk, hogy kitárgyaljuk, hogy Pintér Attila legközelebb hol tűnik fel, válogatott kispadján, vagy pedig valamelyik bravúrosan bentartandó emlékezés kispadon. Azt még egyszer nem lövik el a vélem. Megkockáztatom. Azt tippeljük meg, hogyha egy forgóajtóban a Pintér Attila és a Horváth Ferenc és a Subka Attila egyszerre megy, akkor melyikük jön ki elő? Ez egy nagyon nehéz feladvány. Kikapja a Bognár is. Igen. Na, mindesetek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy beszélgettünk egy jót a futball történéseiről, aztán legközelebb majd más sportágok is fókuszba kerülnek, természetesen itt a kezdőkörben. Egyébként jövő hétre Cserpakovics András polgármester urat is várjuk, szigorúan szurkolói minőségben, úgyhogy politikáról nem fogunk beszélni, de arról igen, ha mondjuk a Real Madrid addig kikap, mert azzal majd lehet cukkolni. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra! Start.
game.